megkezdődött a függetlenségi párti katalán politikusok pere Madridban. 12-en kerülnek bíróság elé zendülés, lázadás és közpénzek hűtlen kezelése vádjával a 2017. októberi függetlenségi népszavazás, majd az autonóm terület függetlenségének kikiáltása miatt. A vádlottak közül 9-en előzetes letartóztatásban töltötték az elmúlt majdnem másfél évet. Az akkori katalán elnök Carles Puigdemont Belgiumba menekült a letartóztatás elől, mondván, hogy önkéntes számüzetésbe vonul. Több minisztere is elkísérte, de ők később visszatértek Spanyolországba. A volt katalán alelnök és a katalán parlament korábbi elnöke is a vádlottak padjára került. Puigdemont a katalán függetlenségi harc letéteményeseként járta be Európát az elmúlt hónapokban.